De hát ez már van csak 15 év, amióta idejöttünk. Kimerik azt jelenteni, hogy a középosztályt akarják felemelni? Hát ne a középosztályt emelje, a szegényt emelje van. Szegények vagyunk. Szociálisan élünk. Most is levették. 24 ezer forintot fogunk kapni. 22, nem tudom, 24 és 22 között. Hogy élünk, ezt nem tudom megérteni. Munka, abszolút nincsen, az ember menne dolgozni, de nincsen. Közmunkába? Közmunkában már engem nem nagyon közvetítek ki, mert idősebb vagyok. Hány éves? 57 éves. Hát már közmunkába se kellett? Közmunkába se, de ígérték, hogy majd kiközvetítenek, még a 60 éves koromig majd kiközvetítenek, de mostanáig nem közvetítettek ki. Hiába megyek én be. Voltam meg nem egyszer, nem kett. Kinek? Hát a hivatalban is voltam, a munkügyi központban is. És mit mondtam? Hogy hívjanak be. Majd. Hát majd. Hát nem mondták, hogy március 1-én indul közmunkaprogram? Nem mondtam? Mind a hol voltunk, hogy majd kiközvetítenek, de nem. Semmi? Semmi. Semmilyen munkalehetőség nincsen. És ez a nagy szegénység ugye az embereket a bűnözésre fogja vinni. Azt kidobálnak minket ahhoz? Ez a polgárnak termése, az alszak. Hát, és már mi lesz az ingatlanba is. Most ha kimegyek, ki lehet, hogy megolyózok. Ide vagyunk csak. Mi nem adnak ma, mint a... A duhát is fel kell venni, mert az igazságot tartozik. Nem, mert volt olyan, hogy szerződést köttünk. Sajnos ugye 20 ezerből nem tudtuk fizetni. Lemaradtunk mindenből. A 75%-ból. Azt akkor a fület ki lesz, hogy költöztek? Hát igen, jön a papi. Hiába vonja a nyugdíjintézet tőlem, ha mondta. Ugyanúgy kilakoltató, és megvan, mert nem tudok plusz fizetni, még 10 ezer forintot. Oda se bírok lemenni, látod. Oda se bírok lemenni. Nem biztos. Úgy hívek, nem? Bár a másik. A szőke piánál volt. Mindent széttörve, ez kész van ma. Bocsánat, meg kellett hordítani a gumitát. Gyűrű van benne, mint az állam. Ez az, ha mink ellopunk, akkor nekünk 10 év jár. Ha még a polgármesterek, még ezek azok sikkasztanak, ezek még csak az ügyvédet küldik. Hát akkor hol az igazság? Sehol, ablakban van. Elmegyünk lopni. Polgármester hivatalba szoktatok bejárni? Én nem voltam a polgármester, mert fölösleges menni, mert úgy se csinálnak semmit sem. Úgy sem csinálnak semmit sem. Elutasítsak az embert, mert az az igazság, hogy itt Salgótarjánban a polgármester asszony nem járdát kell, mert biciklizmat kellett volna csináltatni, meg szökőkutakat csinálni, hanem az embereket végighallgatni, hogy mit akarnának, hogy volna jobb, és a szegénység valahogyan kihozni az embereket. A képviselőt ismeritek, az önkormányzati képviselőt? Ki van? Nem. Erre még nem volt senki sem. Hát ez az a környezet. Nézd meg, hogy néz ki erre. Nem biciklizat kell volna, ezt a kolóniát lebontani, mert itt fertőzés van.
Itt földtűzés. Ugyanis konténert nem képesek hozni. Se konténert nem hoznak ki, semmit nem hoznak ki. Szóval... Volt itt valami különböző az ANT-t, vagy valami ellenőrzés, vagy valaki? Volt, de semmit nem semmit. Írtak valamit, ott elmentek ma ennek 4 éve. Most is voltak. Annyira messzire mentek. Olyan messzire mentek. Gyana, hogy ne persze, hogy ne Gyana. Na. Itt ferti van, majd arra mentek nézzék meg, hogy hogy néz ki az a legutolsó ház. Nyolcan voltunk testvérek. Abból ma sajnos csak én voltam a legöröbb, 5-en maradtunk. Ennyi. Nagyon nehezen éltünk, szegény emberek voltunk, de tisztalk voltunk mindig. Azt mellett, hogy szegénységbe éltünk. Elmentünk vadkörtézni, csipkézni, szedrezni, sóolderbe benne voltunk. Mit mondja? Most elértem a 69 éves vagyok, nyomorult vagyok. Ezt mondjam. Azt mit nem a városban tartodás? Semmit. Semmit nem ad. Azt akkor csinálnak belőlünk bohótot. Ezre. Hát itt van csak az a baj, hogy hiába szólal egy-két ember, nulla, míg a 100 emberre is nulla. Mert cigányok ott az, mert nézi köpedékbe, lopja egy csirkeplólékot, mindjárt 10 évre kapott. Azok még sikkasztanak milliárdokat, ugye ügyvédet küldik, be se menne. Be van. Mondjad! Kartja, látkártya! Nincsen. Hónap lesz rajta, hallja. Szocialista van rajta, még az. Hónap jön ki minden pénz. Induljatok ma valahova. Mert ma nem bírjuk. Tudják-e? A helyzet. Tapatos túl, így vagyunk. Menjen nyugdíjadnak. Nekem 14. 14 ezer. Házasságit kapok. Házastársi pénzt kapok. Hallják meg. Mi gyógyszeresen pénzön fiam. 30 ezer forintot. Van olyan hónapom, hogy nem tudom gyógyszer. Akkor most hogy fizet? Most is 23 ezer forintot küldtek. Akkor fekvő beteg van. Hogy ide adtam egy pár napet. Hát csináltak neked. Nem, mindegy ezért. Kimegyünk a hátó, itt vagyok 37 éve. Már nem örök ma hét. Na ugye, akik hónalnak ilyen aranyosak, hogy beleszólalnak, hogy milyen. Mert mi ellaknánk itt, szívesen ma itt éltük le az életünket. Na tudod, nagyon jó. 36 éves volt. Akkor ide jöttem, most ma 73. Most menjünk ez ott arra, nagy betegek. Akkor fekül betegek vagyunk az ember, és én is. És ezzel nem lehet tenni valamit. Mi nekünk ma jó lenne itt lakni, ahogy vagyunk. Ez a szobam, itt van a előszoba, itt a konyha. Tüzelünk, és mi tüzelőt csak kapunk. Én 7 év óta összegyasszony vagyok, beteg vagyok, dolgozni nem tudok, munkát nem vállalhatok, mert nem is adnának, olyan betegségem van. Ennyi. Mert én 2 hetet eszek, 2 hetet meg éhezek. Kenyeret megkapunk minden nap hitelbe, nyugdíjkor meg kifizessük. Így élünk. Én nem szégyellem. 2 gyerekem van, egyiknek van 5, gyerekem másiknak van 3. Őtőlük nem bírom elvenni a gyerekeim szájából. Inkább én éhezzek, mint ők. Ott a WC. Azt is ma szóltam 2 éve, kiszállt 2 ember, ki kell törni, mert beszakad a közepe. Azóta nem merem a gyerekeket beengedni a vécbe, nehogy véletlenül valami unokam beleessen. Ennyi. Most is van egy 14 éves unokam, ekkora hasa, jövő hónapban szül. Most abban mit csináljak? Ide kell vennem, mert elviszik a gyereket. Most ez a kis 14 éves, hogy fog meg? Hogy él meg? Annak segítség kell. Azt akkor kidobálnak ilyen rossz házakból is. Marad 20 000, hova tegyem a gyerekemnek, adjam? Egyiknek, másiknak? Nem tudunk megélni. Befalasszak. Készedik a kereteket és befalasszak. Én ma kértem 10 év ajtót, még azt sem adtak. Aztán nem vagyok elmaradva semmivel, mert a nyugdíjintézet mondja. Annyiban vagyok elmaradva, hogy egy évben levonja a nyugdíjintézet, de következő évben nem tudom fizetni. Egy év mindig el vagyok maradva. Azt mondja, majd ebben az évben. Kéne fizetnem, ha tudnom.
Legalábbis azt kellene itten, kérem szépen, hogy az állam ne maguk felé hajtsák a botot, hanem a szegényeket egy kicsit támogatni. Mert ebből a nincselenségből úgyis nagy bűnözés lesz. Mert senki nem hagyja, hogy a családja éjjel halljon. Tessék! Fiatalok dolgoznak, a fiatalabb korosztály? Senki. Nincs munka. De még közmunkában se szólnak, hogy közmunkában vagy valami? Semmi. Csak a számlákat küldik? Azt küldik. De miből fizesse az ember? De miből fizesse? Nektek saját egyébként ez? Saját. Igen. Az ember 24 ezer forintot kap, abból enni is meg a számlákat fizetni. Lehetetlen. Van itt még olyan, aki önkormányzati? Márti. Kíváncsi lennék, hogy mennyit a lakbér, csak azért. Aztán ezek a lakások hogy kerültek magánkézbe? Ez magánkézbe, valamikor ugye régen meg ez a bányász lakások voltak. Szerintem... Megvették az öregek, az öregek ugye kihaltak, azok meg annak a gyerekei meg örökölték, és akkor ugye... Adták tovább. Én is úgy vettem az enyémet. Meg az ingatlantól meg lehet vásárolni. Mert az ingatlantól meg lehetett volna. Mennyire lehetett megvenni, nem tudjátok? Hát ez olyan 200 ezerért. Hát attól, ha valamikor régen, hát olcsó van. 100 ezer, 150 ezer. Ez már rendszerváltás után volt neked? Persze. Igen. Hát ilyen lakásokat megvenni nem tudom, minek kellett. Azt hiszem, hogy 10 év legkevesebb lesz. De ez már de te sütes majom. Már te jobb, még ott is jobb élet van, már enni adnak. Nem tudom mennyit. 700-at körül így. Majdnem 10 000 forint. Plusz a kukadi, hol egy embernek hol van havonta egy kukaszemetje. Mert én tudom, 2 hónapban visznek el egy kukaszemetet. 5 000 forint. Azon is el vagyunk, mert az a 45 000. Az mind bemegy, azt ne tiltsa a nyugdíjintézet. Ennyi. Azt kapunk, én novemberben kaptam emelést. Meg tudom mutatni neked, nem tudom, hogy dobtam el a papír. 4500 forinttal jöttem haza. 4500-al. Azt tartsak ki belőle egy hónapig. Tudod, mennyi a gyógyszerem? 12 000. Helyi képviselőt ismeritek, hogy ki a képviselő? Önkormányzati képviselő? Nem. Én voltam valami csillagnak. Most a város önkormányzati tagokkal ki a képviselő? Nem ismerik? Nem. Voltam valami csillagna, ahhoz küldtek, hogy mondjam neked, mondtuk neki, hogy mi van, hogy nem elutasítanak, bármit kérünk, mert nem tudjuk teljesíteni. Mert régen tudtuk teljesíteni, mikor a tocskó meghalt. Ugye akkor fizettem ki utolsó részletet. Volt villanyom mindenem. Most még villanyom sincs. Most kell ebben a hónapban megkérdezni. Városkó járnak egyáltalán? Nem, emberek. Senki. Mit csináljuk? Se kontinérek, semmit, egyszerűen nem. Törődönek a cigányokkal. Le vagyunk ájázva, mint a mint nem is Magyarországon születtünk volna. Mink is magyarunk vagyunk, nem csak a parasztok, hogy elnevezik őket parasztoknak. Mink is azok vagyunk, mert mink is születtünk Magyarországon. Mink is magyarok vagyunk. Mink is olyan magyarok vagyunk, mint a parasztok. Itt nincs kivétel, hogy a parasztokot kiemeljük, a cigányokat mellé nyomjuk. Akár hova bemegy az ember, olyan flegmon barnak az emberrel, hogy ez nem létezik. Fiatal, szavaztunk a Fideszre, mi a rossznak szavaztunk a Fideszre, minek? Addig voltunk jó, mi szavaztunk a Fideszre, be ízítek minket, ízí szendvicsekkel. Meg borokkal. Hoznak egy kannabot. Kell, aki ma egy gyereke van, nem kap családi pótékot. Mi egy gyereknek nem kell lenni, nem kell iskolaztatni, nem kell neki ruha. Tavaly voltak közmunkában az emberek itt tavaly? Voltunk egy hónapot. Igen, tavaly már április. 2-3 ember volt. Politikának ma hinni nem. De választani voltatok? 2000... Voltam, de fölösleges. De voltatok választani? Hát voltam választani. Az Orbán választottuk, de minek? Már hitelt se kap az Orbán. Itt az önkormányzati választáson ki lesz? Hova szavaztatok, ha nem titok? A hasamra.
Most a szavazat az önkormányzatban? Voltunk. A polgármester asszonyra szavaztunk, hogy hát, ha jobb lesz. De nem jobb. Ő kiáll a színpadra, amikor van ilyen összejövetel, rendezvényekre, szépet mond, jót mond, és fölöslegesen, mert úgy se csinál semmit sem. Mikor láthatok utoljára a polgármestert? Amikor rendezvényt csinál, nyáron. És osztotta, vagdosta a kenyeret, hogy adja, hogy ő kicsoda, micsoda. Tehát itt a helyi képviselő, a Szekeres Géza képviselő úr? Nem is ismeri. A Gézát nem ismeri. A Gézát nem ismeritek? Nem ismerjük. Az ő magának van egy gyönyörű nagy háza, él, mint Marcia Hevesen. Hát erre a polgármester asszonyhoz be se lehet jutni. De be se engednek. Fogadó úrral, nem mentetek még el hozzá? Még nem. Majd ha kiskutyának lesznek, akkor meghívom keresztanyára. Nyugodtan lehet! Hogy a cigarnok nem szeretnek dolgozni, a lófasz a pincs agyba. Aztat nem szeretnek dolgozni, adjanak neki nyújtom. Ti honnan kerültek ide lakni? Honnan kerültek ide? Mink a Pécsi utcából. Cigarhegyre? Igen. És tudod, mit fiam? A testvérek vagyunk, lakonom vagy, tudod. És nekünk húgy halak lakosunk. Szóba konyha. Kellett ez a hely, ugye? Hát a Pécskutta, tudod, milyen nagy lakosok vannak. Lebontotta. Nekem már 40%-om ebben haltam. A felét kikaptam, a felét meg bennem. Az embernek kényszerű, muszáj lesz bazdmeg valamit csinálni, hogy bevigyenek ki, akkor csak ki. Hát nem jön, rohadjon ki. Hát ebből a pénzből hol él meg az ember? Munka nyugú. Mi feketén se tudsz elmenni, mám. A csend legyen. Lopnak a politikusok is, nem ízik, nem fort lopnak, hanem pénz milliárdokat, mert milliókat lopnak el. Hogy az íz egy lapokvalikot? Azt tegyél az ízapofajukat. Ha még behozunk egy darab fát, akkor rendőröket küldönnek ki az ízé az erdőbe, hogy a fiatalokat ízé. Nem a régen. Össze kell fogni, most megyünk tüntetni az... Hogy hívják a polgármester asszonyt? Berontani mind az irodájába, azt kiszedni a haját. Nem szégyeli magát, azt akkor még ide is lebontották a kolóniát, ott lenta. Nem tüntetni és akkor megígérték, hogy majd akik itt laknak a kolóniába, majd építenek nekik házat. Mit épített oda? Izéket, szalonnasütőket. Az két ház elfért volna még oda, amit itt vetünk izéket. Így van, azt akkor ízé. Sosem jön rendbe ez az ország, a tartozás véget. Hát egyszer azt kellene csinálni, akik, csak példát mondok. Egy bent az gyűlésen, bent az országházban, valamiben, keres 1 millió forintot egy hónapban. Abból ajánlja fel az 50%-át, hogy csak ennyi fizetés fog kapni. Mindjárt rendbe jön az ország. Elnézést, így élek. Ez a szobam, itt van a előszoba, itt a konyha. Most nekem lement a tartozás, én most 11.000-vel fizetem csak, meg a kuka külön van így. A kuka on, 4-5.000 forint. Vécse, udvaron, igen, semmi nincs. Összeset képviselőket, akik az ország így van. Vannak a kormányt levinni egy faluhelyre, azt éljenek meg. Így van. Egy faluhelyre. Melinda, ezt csinál belőlünk állatokat.
mert Magyarország ilyen kolóniának lenni. Ma Unióban nem is lehetné meghagyni ilyen kolónia lakások. Nem. Azt még akkor meg. Mi mindig vannak. Azt mindig itt vannak. Én kihív, voltak itt a tanácsról a építkezéstől nézni ezt a házat, a dogájét. Azt mutattam nekik, hogy mi van, hogy néz ki, milyen életveszélyes. És azóta se csinálnak semmit. Mit érdekel? Ide járjunk vízért. Ha nyáron ilyen patkányok vannak. Nyáron ilyen patkányok vannak. Is bemintek, bemennek a lakásokban. És nem foglalkoznak vele. És hiába mentünk tévések, újságírók. Két év egyszer hoznak ki mérget, az kész. Még híznak tőle a patkányok, olyan mérget hoznak. Még híznak a patkányok. Erről sokat nőtt. Nagyon sokat.